Sí, ¿no? Sí, nada. ¿Sí? Óbico, óbico. Hali, üdv a 41. heti vlogban, ma kedd van, és egy-két szó a hétfőről, hogy tegnap voltam az obiban, meg akartam venni azt a lámpát, amit elvileg azt mondták, hogy tegnapra érkezik szállítmányban, mert múltkor nem volt, de sajnos azt mondták, hogy nem jött meg, és majd 14-én próbálja meg újra, azaz újra hétfőn délután, úgyhogy azt majd meglátjuk. Szilikonpasztát sikerült csak vennem, ami ugye az az ilyen vízálló tömítés a csap, meg mit tudom én mihez. Na, de visszatérve a mai napra, ma nagy csomaginvázió volt, jöttek a Wishről csomagok, meg jött az Avon csomag, úgyhogy most azt fogom így megmutatni. A Wishről ez a, hát, ilyen ezüst színű, ilyen kis csokár nyaklánc érkezett. Másik dolgot azt nem mutatom, mert az ilyen fülbigyó lett volna, ilyen kamu piercing, de annyira szar, hogy ronda is, a színe is, fönt sem marad, úgyhogy semmi értelme nincs az egésznek. A másik dolog pedig ilyen kis fatáblák, mivel anyukámtól kaptam egy ilyen pirográfos eszközt, így azt szeretném majd kipróbálni, hogy mennyire nehéz azzal dolgozni, és ha esetleg bejön, akkor egy új hobbival gazdagodok, úgyhogy ezen fogom majd tesztelni. Akkor most áttérnék az Avonra. Az egyik érdekesség egy parfüm, az Ultra Sexy jött. Hát ennek tök jó a doboza, mivel az illatot nem tudom megfogalmazni, így csak a kinézetét tudom megmutatni, ez is tök dizájnosan néz ki. Hát és ilyen édeskés, szexis illata van. Másik fontos dolog az Avon Power Stay új folyékony rúzsa, ami hát azt írja, hogy 16 órát ígér, hogy fennmarad és tartós. Múltkor ezt a nude színeket rendeltem, és annyira megtetszett, hogy úgy gondoltam, még hármat veszek hozzá. Az egyik egy ilyen élénkpiró, a másik ilyen bordósabb vörös, a harmadik pedig ilyen szilvás lilás hatású. Most a számon ez a bordós vörös van fent, és azért nem tudom a másik kettőt megmutatni, mert tényleg miután fölkenem, ez annyira tartós, hogy igazából a micellás vízzel hiába dörzsölöm a számat, egyszerűen nem akar lejönni vele, és muszáj kivárni legalább egy 8-10 órát, mire minimálisan leszedhető lesz, úgyhogy igazából nekem ezek a rúzsok egy nagy pipát érnek, mert tényleg annyira durván fennmarad, hogy egyszerűen még leszedni se lehet. És az utolsó dolog az Avonból, ez a sminkrendszerező kis dobozka. Már bele is pakoltam, otthon érzem magam, de gyors kiveszem, hogy megmutassam felülről. Így néz ki. Itt a doboz feléi körülbelül vannak ezek a kis rések, plusz ez, két oldalon teljes hosszában lenyúló tartó van, és itt ezen a részen van egy kihúzható kis fiókocska. Nagyon praktikus, szerintem nagyjából mindent bele tudok majd rakni. Úgyhogy igazából a csomagokról ennyit. A lakással kapcsolatban annyit, hogy az asztalos, akivel megbeszéltük, hogy majd összerakja a konyhabútort, írtam neki és visszaírt, és valószínű, hogy jövő hétre ígéri azt, hogy majd rám csörög, hogy mikor jön.
Zsoltival beszéltem, valószínű pénteken elmegyünk a Merkuriba és megvesszük azokat a maradék cuccokat, meg plusz konyhapultot, ami még kell. És nem tudom, hogy mondtam-e, hogy ugye a bejárati ajtó cseréje is már meg volt rendelve. Ők is telefonáltak, úgyhogy az pedig majd a jövő héten kerül kicserélésre. Úgyhogy ennyit a nagy információ halmazról. Most még, amíg a baba alszik, gyorsan csinálok édesburgonya hasábokat sütök, meg hekfilét fogok sütőben ilyen paprikásan megcsinálni. Úgyhogy így ennyi a mai nap, akkor majd tali valamikor még a héten. Az mi? Cuca? Cuca? Mi színe? Mi? Ott az Abi baba, látod? Ott az Abi baba. Igen, ott van. Maradj már egy kicsit. Au! Hát így nem lehet videót csinálni, Abikám. Hát, Hali, eléggé rövidre sikeredett a heti vlog, nem készült sok videó, ezért egy kicsit úgy gondoltam, hogy kiegészítem itt szóban a péntek, szombat, vasárnapot. Pénteken az ismerősömmel, Zsoltival mentünk el ismételten a Merkuriba, de hát jól megjártuk, mert vettünk még két bárszéket, amiből fehéret akartunk venni, és már csak később vettük észre, hogy a dobozon rajta van, hogy fehér, meg a kép is az, hogy fehér, de sajnos szürke volt benne, úgyhogy most írtam e-mailt ma a Merkurinak, hogy lehetséges ezt visszaváltani, vagy kicseréltetni fehérre, mert ugye a dizájnban úgy akartuk, hogy kettő fekete és kettő fehér legyen. Úgyhogy ezt majd meglátjuk. Ráadásul amiért mentünk, az nem volt, mert a konyha szekrény felső részből vettem még kettőt. És... Te milyen majom vagy, Babika? Szóval a konyha felső részhez vettem volna kettő szekrényt, meg kellett volna egy hosszú pult, de sajnos az is megrendelésre volt, úgyhogy azt majd szólnak, és akkor megint vissza kell menni a termékért. Úgyhogy igazából hoztunk egy bárszéket, ráadásul az sem volt jó, úgyhogy nagyon nem volt eredményes ez a bevásárló körút, de nem baj, majd lesz valami. Úgyhogy szombat pedig úgy alakult volna, hogy mentünk volna a Diego-ba függönyt választani, mert azt mire elkészítik, az egy 2-3 hét mire leszabják, levarják, mit tudom én mi. Úgyhogy talán pont addigra kész lesz, mire oda költözünk. És hát páromnak nem volt kedve menni, úgyhogy ezt így elhalasztottuk, mert fáradt volt. És akkor vasárnap pedig páromnak a barátja jött a nagy autóval, hogy a pincéből átpakoljuk a bedobozolt szekrény alkatrészeket, és már az is át lett víve. Úgyhogy igazából ennyi volt a hétvége, remélem nem hagytam ki semmit. Ja, még egy dolog. Babu, gyere. Jaj, mit csinálsz? Gyere. Kapott kétfajta új játékot. Az egyik egy ilyen kis hamburgeres szett, amiben van sült krumpli, fagyi, evőeszközök, tányér, gofri, mindenféle, azt most nem tudom megmutatni, mert a maminál van. De kapott még egy másik játékot is, ami az az ilyen kis mágneses tábla,
Volt neki már korábban egy ilyen, csak az nagyon gagyi volt, és nem lehetett vele így elhúzigálni azt a törlőt, úgyhogy most kapott egy normálisat. Ezen kívül pedig szegény babusom, hát megfázott, vagy valami víruskát összeszedett. Abika. És ezt csinálja, amikor mérges, így fújja az órát, így. Mint a bika. Abika, Abika! Ugye? Na, szóval... Áthozom ide ezt a perspektívát, hogy hogy hívják. Szóval, na. Abika összeszedett valami vírust, vagy megfázott, vagy valami, de inkább vírusnak nevezzük, mivel sikeresen én is elkaptam. Úgyhogy az a bökkenő van, hogy ugye jövő héten mennénk a szurira, 17-én, de így, hogyha beteg, akkor én úgy tudom, hogy ilyenkor nem kaphat szurit. Tehát most egy kicsit gyógyulgatunk, és meglátjuk, hogy mi lesz. Még egyelőre nem akarom bevinni a doktornénihez, mert hát ott mégiscsak több baci van, meg vírus, nehogy még rászedjünk valamit. Úgyhogy ez most annyira nem tűnik olyan vészesnek, mint a múltkori influenza, amin átestünk. Úgyhogy én is elkaptam, már taknyos vagyok, tegnap ilyen lázam volt, vagyis hát ilyen hőemelkedésszerű, feküdtem, döglöttem este. Úgyhogy igen, ez van. Itt a Bika új labdája. Nem tudom, hogy mutattam-e. Úgy. Fésül meg a hajad. Fésül meg a hajad. Ügyi vagy. Enyémet akarod? Hát jó, az se rossz. Úgy. Ügyi vagy. Hol van ez a játék? Itt van ez a rajztábla, ezt kapta. Már jön is mérgelődni, hogy nem adom neki oda. Az előzőnek ez a kis húzigálója volt nagyon rossz, és nem lehetett rendesen elhúzni. Na, a végén még ez is beakad. Ez mi? Kör. Kör. Ez mi? Az mi? Háromszög. Kör. Igen. Ügyi vagy. Hát, szóval akkor most betegek vagyunk, egy kicsit gyógyulgatunk. Úgyhogy a jövő hét az inkább ilyen pörgősebb lesz, nagyon sok minden vár ránk. Például anyukámmal ilyen nagy bevásárlókörút, ajtócsere. Jönnek a szakik és kijavítanak valamit, amit én így szemre elcsesztem. Amit, hogy rosszul csináltattam meg velük, és most ki lesz majd javítva. Úgyhogy csütörtök péntek pedig párom itthon lesz, ha esetleg valami olyan dolog lenne, amihez el kell mennem, mert a mami nem lesz itthon. Úgyhogy ezek a dolgok lesznek, eléggé nyüzsgős lesz, és majd a másik lakásba át is kell mennem összerakni egy-két dolgot. Ami lehet, hogy majd fel is kerül. Elvileg az asztalos, akivel beszéltünk, jövő hétre ígérte, hogy jön és összerakja a konyhabútort, úgyhogy még ez is. Tehát így nagyon össze van zsúfolva a jövő hét, rengeteg dolog lesz. Hát az e-heti vlogot kárpótolja majd a jövő heti vlog, mert tényleg ott annyi minden esemény fog történni, hogy nem igaz. Na, úgyhogy én elköszönök most már erre a hétre. Igaz, ha megjöttél. Szia. Csapó 2, úgyhogy akkor erre a hétre. Jaj, csuklok. Hali.